Sokan azt mondják, hogy egy lakásnak a szíve a konyha. Az biztos, hogy a családi tűzhely és a családi otthon melegét mindenképpen ott éljük meg, és egy buli központja is általában a konyha. Sándorfi Zsolt ügyvezető tulajdonos a vendégünk, a Design Box konyha stúdió ügyvezetője. Zsolt, hát azt gondolom, hogy rengetegféle ízlés és rengetegféle kéréssel érkeznek hozzátok ugye az emberek. Mi most a legtrendibb konyha? A legtrendibb konyha igazán most a minimál stílus. A minimál stílusnak igazából a jellemzői, ez a fiatalos, tiszta igazából, hogy a frontokon, az ajtófrontokon nincsenek marások. Kicsit ez a letisztultság, a széles elemek, a felnyíló felső szekrény ajtók, akkor az üveghátlap, igazából, hogy az alsó felső szekrény közé nem csempét raknak, hanem most már üveghátlap, az, ami egy kicsit hát fiatalosabbá teszi az egészet, térnövelő. Színekben mondjuk? Hát színekben, ami most igazából szerintem maradandó és egy jó dolog, hogy a magas fényű festettet a fa erezettel ötvözik. Igazából ebből csinálunk szinte a legtöbbet, mert ez, ami szerintem hosszú távú, mert a magas fényű festett felület az mindig egy szín, és igazából ott általában a fehér és a csontszín az, amit mernek bevállalni, és a faerezettel van ez igazából vegyítve, hogy ez egy kicsit a modernséget és a melegséget igazából sugározza. Ez, ami igazából a legtöbb, amiből a legtöbbet gyártunk, és amit a legjobban szeretnek, mert ez szerintem hosszú távú. Ez, amikor teljesen magas fényű festett egy bútor, vagy teljesen egyszínű, az szerintem az most divat, de egy idő után az ember műnek érzi. Kicsit ilyen kórházi feelingje van, és szerintem nem annyira hosszú távú. Én hónapok óta tervezem a konyhánkat, illetve úgy gondolom, hogy először azt gondoltam, hogy egy kicsit átalakítjuk is ráncfelvarráson ásik át a történet. Aztán még mindig nem igazán tudom, hogy mi lesz a vége. Mindenesetre több millió képet néztem meg, és mindenféle stílusban válogattam. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, tehát először is meg kell álmodni ma, tényleg, hogy az ember mit szeretne, és valóban nem árt segítséget keresni. Maga a tervezés az ugye rettenetesen fontos. De... Így van. Ez olyan, mint egy, csak sokan ezzel nem annyira foglalkoznak, egy háznak, egy lakásnak a belseje, ez körülbelül, hogyha látjuk ezeket a Pinterest, meg az ilyen szép oldalakon lévő komplett belső hangulatokat, azokat igazából tervezők tervezik. Ez ugyanaz, mint amikor én kimegyek egy üres terület, és oda hívnék egy kömbüves csapatot, hogy elkezdjenek építeni, és igazából nincs terv, és a terv nélkül nem tudnak csinálni semmit. Na, a ház belsőre sokan sajnálják igazából a pénzt, hogy tervezőt, belső építést használjanak, és ezáltal nem tudják azt az arculatot, igazából azt a feelinget összerakni, mert ez egy szakma, és csak kiválogatnak, kivágnak helyekről dolgokat, és próbálják ezt igazán behelyezni a lakásba, vagy kertesházba, de ez utána érzik azt, hogy mégse jó, igazából mégse kerek, mégse az, amit fotókon látok, hogy mitől olyan egybe van, mitől olyan elegáns, és igazából hát ezekre, én azt mondom, ezekre kell javarészt figyelni. Egy meglévő házba csinálok mondjuk konyhabútor, akkor szeretek mondjuk kimenni, vagy kérem az ügyfelet, hogy fotózza be igazából általában az egylégteres helyiségeknél, hogy az egylégtérben milyen bútorok helyezkednek el, milyen az egésznek az arculata, hogy abban a stílusban tudjak igazából az ügyfélnek ajánlani valamit, hogy ne egy teljesen idegen dolgot tegyünk be. És mi van, hogyha nem fogadja el azt, amit javasolsz? Nyilván akkor is ki kell szolgálni az ügyfelet. Általában az szokott lenni, hogy ügyfelek hoznak skicceket, hoznak dolgokat. Én elmondom, hogy mit, miért és miért nem csinálnék, és igazából, ha ezzel meg tudom őket győzni, akkor általában sikerül, akkor marad az a vonal, amit mi tervezünk, de persze, hát most, de mondom, 10-ből, szinte majdnem 10-nél nem azt csinálom, mint amit az ügyfél behoz, mert ez is egy szakma igazából, kikérik a véleményünket, és mi megmondjuk, hogy na, ezt ezért nem, ezt azért nem, igazából nem az, hogy most
én most mondok egy nagyot, hanem elmondom, hogy ezt miért nem csinálnám. Mi az, ami megdrágítja magát az összköltséget, a beépített gépek, vagy pedig... gépek, de azt mondom, hogy ott majdnem mindenki egy középkategóriát próbál belőni, mert középkategória alatt szerintem nem olyan jó gépet venni, mert majdnem lesz egy olyan mosogatógép az embernek, ami majdnem használhatatlan. Szóval van itt egy árkategória, ami felé kell szerintem menni. Hát igazából a gépek, az anyaghasználat, meg magában a bútoroknak a szerelvényei. És a szerelvényeknek, hát erre megint úgy rávilágítanék, hogy nagyon sok kínai szerelvény van, ami ugyanúgy fékes fiókrendszer, ugyanúgy fékesen zár, meg ilyesmi, de itt a német vasalatok, én csak azt használom, mert hosszú távon garanciát nem lehet rá vállalni. Igazából majdnem egy ilyen Blum vasalatra, mint márkára, arra azt mondom, hogy majdnem örök garanciát ad a gyár, és nem is lesz baja. Ugye az ember elképzel valamit, és aztán sokszor szembesül azzal, hogy úristen, ez nagyon-nagyon drága. Most azért egy picit beszéljünk már a legekről. Azért ti nagyon sok konyhát készítettetek már. Mire vagy a legbüszkébb? Mi volt a legdrágább? Mi volt a legkülönlegesebb? Hát a legdrágább az a 11 millió forintos konyhabútor volt, de általában azt mondom, hogy nálunk egy olyan másfél, 2 és 3 millió forint az, ami a megszokott, mert van egy ügyfélkörünk, van egy oldalunk, egy Facebook oldalunk, amit követnek és néznek, és nagyságrendben majdnem egy kört húzunk magunk után, és igazából nagyságrendben nekünk a konyhák árai azok valahogy itt körül állnak meg. 1 millió forint alatt nagyon keveset csinálok. Ugye az olaszokat általában gyakorlatilag a főzés mellett a dizájnról is ismerik szerte a világban, az ő konyháik is nagyon híresek, és rendszerint tartanak is különböző kiállításokat. Az év színeit, trendjeit szokták bemutatni. Ugye te most elmondtad, hogy a letisztultság, a fehér, a faerezet az, ami számít. Vannak persze különleges színek, különleges formák. Gyakorlatilag, hogyha valaki bemegy hozzátok álomtól addig, amíg az első, nem tudom, paprikás krumplit elkészíti, mennyi időnek kell eltelnie? Már hogy ahogy bejön, és az akkor magán... a kivitelezés. Értem, szóval azt jelenti, hogy általában úgy néz ki, hogy van egy megbeszélés, a megbeszélés után mi készítünk egy kézzel készített látványtervet, ami alapján azt kiszámoljuk magába a bútort, és mi ajánlunk anyagot, hogy akkor mi mit ajánlunk, mert egy kicsit azért is mentem ebből az irányba, hogy már lassan, igen, már ház belsőket tervezek, és az embereknek igényük van arra, hogy igazából van egy ház, és nem megy el belső építészhez külön, hanem akkor eljön hozzánk, hogy bútorokat akar és egyedit, és akkor az egész háznak a belsejét mi megtervezzük, és adunk neki egy arculatot. De magában, amit igen kérdeztél, az úgy néz ki, hogy van egy tervezés, a tervezés után akkor elkészül egy árajánlat, bejön az ügyfél, megnézi az árat, és azt mondja, hogy ez neki szimpatikus és tetszik, van egy szerződés, és utána egy fotós látványtervet készítünk, és ez nagyon fontos. Már még egy utolsó dolog. Én kedvelem a letisztult eklektikát, ami azt jelenti, hogy egy picit ötvözni a stílusokat, tehát akár egy antik bútort, egy modernál. Ez is belefér? Bele. Hogy esetleg egy ilyen kompromisszumot tudtok kötni? Én nekem ez amúgy is tetszik, igazából, hogy vannak különböző stílusok egy házon belül, csak ezzel megint ilyen óvatosan kell bánni, de jó tud ez kinézni. Nekem például ez, csináltunk már ilyet, nekem tetszik. A te konyhád milyen? Az én konyhám meg a házunk az minimál stílus, majdnem azt mondom, hogy ilyen 12 évvel ezelőtt lett ez legyártva és megtervezve, de még azt mondom, hogy még most is trendi, mert még most is ilyeneket csinálok, de fa funéros anyagból van. Szóval igazából, hogy nem laminált bútorlapból, hogy még az a műszerűség is ne legyen benne, hanem természetes fa funér van rápréselve igazából az ajtólapokra, és ezáltal egy kis melegebb igazából, de modern igazából, modern a kiképzésem, modern az egésznek a stílusa. Ezzel tudok azonosulni. Köszönjük szépen. Hát nyilvánvalóan azt tudod ugye eladni, vagy azt tudod kínálni, amiben te is otthonosan érzed magad. És kutyusod van? Nincs. Na, hát ha most itt maradsz velünk, vagy legalábbis követed a műsort, akkor erről beszélgetünk majd. Érkeznek vendégeink 2 lábon, illetve 4 lábon.